Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Üdvözlet mindenkinek itt a Yahoo útja, illetve Infobaba csatornákon, ezúttal Szántó Várnagy Binyaminnal beszélgetek, és én kerestem meg őt azzal, hogy kíváncsi lennék a véleményére a zsidó vallással kapcsolatban, az ő hitével kapcsolatban. Megnéztem néhány videóját, és úgy gondoltam, hogy ő, ő képes lesz nekem, meg nekünk lényegében válaszokat adni erre, úgyhogy én nagyon örülök, hogy elfogadtad ezt a meghívást és átadom a szót neked, megmutatom a csatornáidat közben a Youtube-on, és akkor ha röviden bemutatkoznál, elmondanál magadról néhány szót, amit szeretnél, aztán pedig folytatjuk majd onnan. Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a tényleg kedves megkeresést, és nagyon hálás vagyok, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok. Én Budapesten, Magyarországon születtem, és jelenleg ott is élek, tanultam külföldön is. Én egy zsidó családba születtem, tehát minden felmenőm zsidó származású, de nem vallásos a család, amiben születtem, illetve jellemzően mindig a korábbi generációk, tehát a nagyszülők, ők voltak vallásosak. Én azért is vagyok Benjamin, mert Benjamin az a legkisebb fiú. Én is legkisebb fiú voltam, és amikor én születtem, akkor már a, szüleim is nem, nem, voltak fiatalok, és, és, és egy nagy szülőt ismertem a négyből. Úgyhogy így a ő vallási életükbe ilyen pici kis ablakon volt lehetőségem betekinteni, illetve unoka testvéreim élnek Svájcban vallásos közösségben, tehát van azért a családban egy vallási hagyomány, de az nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy, hogy azzal születtem és abban nevelkedtem, hanem ez nekem tényleg ez egy érdeklődésem volt. Apukám mindig mondja, hogy ő megígérte az ő apukának, hogy annak ellenére, hogy ő nem vallásos, hogyha bármelyik gyereke szeretne, akkor ő maximálisan fogja segíteni. Támogatni. És, és ez így is lett. Tehát én tényleg támogatott. De tényleg érdekelt a dolog, és, és, és csináltam. De nem csak ezt tanultam, Előtte matematika szakon végeztem, az, az, még az osztatlan képzésben, és utána doktoráltam a fizika szakon de az igazából adattudomány volt valójában az számítógépes dolgok, és a számítógépes ilyen programozási, kutatási dolgok, azok mindmáig érdekelnek, és uh, vallási átfedése is van a dolognak, úgyhogy arról mindmáig nem tettem le. Értem akkor. Úgyhogy. A... E... Uh -huh. Adatod. Igen, ez, ez volt így az előéletem utána éreztem, hogy, hogy az egyetem közben, hogy hát ennél azért én egy picit, nekem egy kicsit száraz, tudomány az egy szuper dolog, imádom, nincs semmi bajom vele, meg tanítani az nagyon jó pofa, de hogy, hogy csak annak élni, meg hogy akár csak cégben élni, tehát lehetne, ugye programozás ez egy keresett állás, és lehetne sok pénzt keresni, Igen. de ebbe soha nem éreztem azt, hogy ez lenne a perspektíva, meg a boldogság, meg hogy ezért élünk, tehát ezzel engem így nem, nem nem tudtam magam erről meggyőzni, úgyhogy elkezdtem érdeklődni először a zene felől, mert a zene is érdekelt, és akkor beiratkoztam a Rabbi Képző Egyetemen Budapesten a kántorszakra, akkor azt elvégeztem, megtanultam, és kántorként is működtem egy rövidebb ideig, egy pár évig Páva utcai zsinagógában, és azután azt elhagytam, ugye van Magyarországon a neológ közösség és ortodox közösség, akkor a neológ közösségben van ez a rabbi képző, meg ez a Páva utcai zsinagóga, és utána ortodox közösségben folytattam, mint tag, és utána e, tanultam is. E, vannak e, ilyen fiatal tanuló csoportok, e, például a, a, a Dávid keleti rabbinak a e, tanuló csoportja, ott tanultam. Szintén Budapesten volt lehetősége, anélkül, hogy elhagytam volna otthonomat, e, Talmudot tanulni, kezdeni de ott már elkezdték erősen pedzegetni azt a dolgot, hogy az igazi az mégiscsak az, hogyha az ember elmegy mondjuk Izraelbe Jeshivába tórá tanulni, és akkor hát egy kitartó, kitartó győzködés eredményeként valóban ez lett a folytatás, és ö, aztán azt, azt is fölvetették nekem, azt igazából én eldöntöttem, hogy, hogy ez a dolog nekem egy ez, ez elég ahhoz, hogy, hogy hogy egy életcél és egy kihívás, hogy, hogy a, a zsidóságot tanulni és tanítani. Ez már megfogalmazódott bennem ezeknek a tanulmányoknak a során, és akkor ajánlották a figyelmembe, hogy menjek Németországba, Berlinbe, ott van egy rabbi képzési program, egy ortodox rabbi képzési program, és abban tegyek részt. Úgyhogy ez lett a következő, hát ez hosszabb állomás, Izraelbe 9 hónapig tanultam a sivában, és Németországban pedig 5 évig, és akkor, hát igen, a... megházasodtam, meg lettek gyerekeim, hála a teremtőnek, ugye, a, az Éves első... Pont... Azt már meg. 36. Jó, jó sok minden belefért, Így most hallgatván, <laughs> Rabbi képző, Pesten, Németországban, Izrael, meg ja, meg hát. Doktorátus. Nagyon-nagyon elhúzódott nekem a, a, a munkakezdés, Tehát hát 35 évesen, én most, most február-márciusban kezdtem el hivatalosan munkát vállalni. Értem, értem. Dolgozgattam, de főként tanultam. Persze. Hát, sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, döntsétek el, sokkal többet tanultam, mint a sok éves átlag. Igen. Tehát az oktatási rendszert az kicsit kiszipolyoztam, Igen, meg, hát visszajöttetett. PSD-t is csináltam, és több mindent kipróbáltam, de azért azt merem gondolni, hogy sikerült olyas valamit találni, aminél most azért meg szeretnék maradni, és tovább nem, nem élek a államnak a kegyelméből. Igen, igen. Akar... Úgyhogy igen, a házasságom, aztán hát ugye kerestem egy olyan házastársat, és hálát teremtőnek meg is találtam, akinek ez oké. Okay. Tehát ez, ez azért nem egy kis feltétel. Igen, gondolom, hogy... Úgyhogy az úgy, úgy intézte a gondviselés, hogy pont azon a napon, amikor először elkezdtem tanulni a talmudot, azon a napon, úgy abból az apropóból megismerkedtem a feleségemmel, és nem is nagyon nyújtottuk a rétestésztát, és megházasodtunk, és akkor, eh, amikor már Németországban éltünk, ott született meg a két gyerekem, két kettő és öt évesek most. Szuper, ez így röviden. Még azt akartam, hogy a feleséged is hasonló háttérből származik? Igen, akkor hát így... azt mindenképpen életem. ajánlják praktikus szempontból is, hogy ezt úgy érdemes, hogyha alap gondolatok egyeznek, és azt is, az is azért ajánlani szokták, hogy ha valaki vallásos családban születik, akkor praktikus, hogyha olyan a házastársa is, aki szintén, és hogyha nem akkor olyan, aki nem. Mi, mi, az, nem mi, az, oka, mi az oka ennek, mit gondolsz? Hát, hogy kb. ugyanazok a problémákba ütközik az ember, ugyanazokról gondolkozunk, ugyanúgy egy hullámhosszon vagyunk, hogy értjük, nem, nem számítjuk a másikat egy idegennek, egy idegen bolygóról jöttnek. Azzal együtt, hogy én nem vallásos háttérből jöttem, és aki vallásosan született, az, az egy kicsit legnagyobb tiszteletem. Tehát például most van egy délutáni tanulóprogram, ahova most fogok menni, és ott, ott ez nekem egy nagyon nagy sok, hogy ott a legtöbb, többsége azok, azok 5-10 hát, évvel fiatalabbak nálam, és ők már vallásos családba születtek, tehát ők ö, kicsit más, más világ. Ezt. Én rájuk ilyen módon fölnézek, de valahol az egy kicsit, kicsit más. Értem, értem. Nem, én erre gondoltam, meg, meg én is ezt szoktam tanácsolni, nyilván az értékrend is akkor közös, szóval egyszerűbb együtt élni, csak jó ezt hallani mástól is, hogy azért erre figyelnek, bár a, nyilván Szerintem a zsidóság is, meg még idővel ezelőtt valamennyivel a kereszténység is, meg az iszlám az még mind a mai napig szerintem erre odafigyel, hogy ne házasodjanak össze vissza az emberek. Meg megvan a veszélye annak is, hogy esetleg elkeveredik. Mint ahogy. Még az írásokban is van erre példa. Talán Salomon a legjobb példa erre. Az a múltkor is elő rendben, azt akartam megkérdezni, ezek már csak én apróságok bennem felmerült, engem érdekel minden. A rabbi képző, amit itthon végeztél, az milyen időtartamú, meg úgy röviden, ha bemutatod, hogy hogy megy, a, mi annak a menete? Persze, nagyon örömmel. Az itthoni ugye az a kántor, itt a rabbi képzőben a kántor szakot végeztem el, ugye az lényegben előimádkozó, tehát a ott is, ott is, főként olyanok jönnek, mint ahogy a Magyarországon a lakosságnak a túlsöbb, elsőprő többsége, hát főleg az én generációmban, most már a mostaniak már nem annyira, de elsőprő többségük azok nem vallásosak, nem tudják Igen. ezeket, tehát mindenek előtt akkor megtanulják az alapinformációkat, tehát ez akkori képzésben úgy nézett ki, most nem tudom, hogy van, de azt hiszem, hogy nem sokat változtattak ezen, hogy lényegében ez 4 plusz 4 év, amit egymással lehet tolni. És nem is teljes munkaidős, uh -huh. hanem az alap négy év az ilyen, úgy hívnám, hogy alapinformációk, az na heti egy nap. Uh -huh. Az volt egy olyan 9 ötig talán, körülbelül nagyjából. Tehát ez... E és ez tökéletesen kijött nekem, mert akkor a matematika szakot végeztem, és ott az nem volt akkora tragédia, hogy akkor az egyetemről egy napot kihagyok. Igen. És azt majd bekótolom. E a másik, az pedig, pedig ténylegesen maga a kántorszak maga az, az éneklés, ott lényegében ugye egy óra hetente az imák, egy óra csak az éneklés, egy óra zenelmélet, és ezek mind-mind egyéni megbeszélés alapján. Értem, szóval ez nem teljes munkaidős, vagy nem, te, nem. tehát nem olyan, mint egy nappali szak, hogy te ott vagy négy évig, hanem csak szét van osztva így, így évekre. Érted? Igen, ez egy nagyon rugalmas dolog, és ez úgy van kialakítva, hogy hát a rendszernek is szüksége van arra, hogy, hogy szüksége van, a közösségnek szüksége van emberekre, Persze, akik ki vannak a és ezért a képzést is úgy alakítják ki, hogy várhatóan jöjjenek emberek, mert ott hagyni mindent ezért, azt nem Persze, valószínű... Persze nem sokan tudja megcsinálni lesz. sok ember. Főleg nem azok, akik ugye pont, hogy ugye nem tudják, nem ismerik a dolgokat, tehát én is ugye úgy jöttem, hogy nem sok háttérismerettel. Tehát ez nekem nagyon jó volt arra is, hogy legyen egy képem arról, hogy ez mégis micsoda, és egy belépő jegyem, ahol viszonylag rizikó nélkül megcsináltam, mert úgy, utána csináltam, az egy teljes elköteleződés, egy, egy teljes, egy másik országban, egy másik mindenhol. Az a német 24, rabbi képzőről beszélsz Igen, most. a németország is, meg az Izrael is, az, az, az ami teljes embert kíván, azt ugye csak akkor fogom meglépni, ha tudom, hogy mi az. Mert akkor van értelme. És mire odáig eljutottam, addigra már ilyen módon tudtam, hogy mi az. És az öt év volt a német. Igen. Na most az is attól függ az az öt év, hogy e, ugye a zsidó hagyományos tanulási mód az a párban tanulás. Tehát mindenki kap egy párt, és hát akkor vele tanul, amíg tud. Igen. Ha tudja, ismertem olyat, aki az elejétől a végéig azzal a párral tanult. Uh -huh. Ha nem, például én mondjuk azért nem, mert mondjuk az, akivel én kezdtem, ő előbb jött és előbb végzett. Ja, értem. És akkor akkor jött valaki, és akkor az megint az, ö, az meg nem csinálta. Te a voltál az okay, Igen, hall. Igen, tehát akkor ö, azon is múlik, hogy akkor a nem mindegyik tanuló pár olyan, hogy mondjuk nem biztos, hogy olyan gyorsan megérti, vagy nem biztos, hogy sajnos olyan is van, aki nem mindig tud úgy megjelenni, vagy nem jelenik meg. Mondjuk nekem volt olyan tanuló párom, aki azt mondta, hogy jövök, jövök, de nekem közben még be kell fejeznem a PhD-met egy másik országban. Vád <laughs> meg! Ez néha jön, néha nem. Szóval megtanultam egy kicsit egyedül tanulni. Akár jobb, akár nem jobb. És, és, és ráadásul ugye a, van a csoportnak egy, ugye ez egy körülbelül egy 8-10 fős csoport, aki együtt tanul, hogy párokban és kb. együtt kell haladni, és kb. egy szinten kell lenni, és euh, úgyhogy ez ettől is függ, hogy mennyi ideig tart. Az anyag az adott. Ja. Az anyagot meg kell ami, a, Az is többé keresve ott majd erről is akár, hogyha. Ez, ez, ennek feltétele, hogy ez héberül megy ez az oktatás, vagy németül? Érdekes, hogy német szót nem sokat hallottam, amíg Németországban voltam. Ja, akkor héberül. Főleg angolul megy, a ja. könyvek azok héberül vannak. Tehát úgy is lehet, tehát ugye ez a párban tanulás, ugye ez úgy működik, hogy vagy körülbelül egyenlő szintűek, az elég jó, vagy lehet aszimmetrikus is. Az én esetemben valószínűleg azért, mert én egy türelmes alkatú ember vagyok mindig, a, mm. akik nem tudtak úgy héberül, azokat, azokat azt mondja, hogy azt jó van, akkor rád jó lesz túl. neked. És te, te gyerekkorod óta beszélsz héberül? Nem, nem, hát a nem vallásos családban nem volt. Jaj, nem, nem volt. Van. Akkor ásvergős. mikor, hol, hogy, mikor tanultad meg, vagy a hogy a alakult? a kántorszakon ott volt Héber óra, és hát azt akkor elvittem a nyelvvizsgáig. Volt lehetőség rá szépen, hogy akkor azt, a teletetén egy középfokú nyelvvizsgáig. És, és amikor Izraelbe jártam ilyes hívába, ugye hát Izrael azt hiszik, hogy ottan Héber a hivatalos nyelv, de nem egészen, mert Izraelben nagyon-nagyon jelentős az amerikai kisebbség, vagy yeah. hát kisebbség vagy többség, nem tudom. Valaki még panaszkodott is nekem egyszer, egy izraeli mondta, hogy betévedett egy ilyen amerikai többségű helyre, és a boltos nem tudott héberül, csak angolul. <laughs> ja jó, okay. én voltam izraelben, valamennyit tapasztaltam belőle. Nekem tetszett. Vagyis hát, ez azt hiszem, hát, nem is emlékszem, hogy hol van. Netanya? Uh -huh. Netanya volt. Um, és a, a, az a yeshiva iskola, mi az, ami mit lehet arról tudni? Mi, mi ez tehát az is, ahol én voltam, az is egy amerikai hely volt, és ott is én, mint magyar diák, hogyha valaki jött izraeli, vagy nem tudom, nem tudott úgy angolul, akkor hozzám fordultak, hogy ő magyar, ő tud héberül, mert hogy az amerikaiak mondhatják azt, tehát angolul mindenkinek tudnia kell. Igen, hát ezt igen. én nem mondhatom, mindenképpen ő tudni héberül. Meg mondják úgy is, hogy... meg gondolják az amerikaiak, hogy mindenki beszél angol. Meg Ottosan. az angolok is. Akkor, igen. és ott mit tanulták kint? Na most a jesívában, ez a jesíva, hova jártam, ez az Orsza Meach síva volt, ez az egyik első úttörő. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ha erről egy pár szót szabad mondani, ez a gondviselésnek az egyik ilyen szemünk előtt lelajzoló kortás történelmi jelensége, ez a, ez a megtérési mozgalmak. Nem tudom, hogy megfigyelte, de már az összes vallásban, körülbelül ugyanabban az időszakban, volt megtérés mozgalom, Zsidóság, kereszténység, iszlám, New Age, összes. Mindenki egyszerre valahogy vallásos akart lenni. És volt olyan hullám, hogy tömegek jöttek, és egyszer csak ki kellett őket úgymond szolgálni. Uh -huh. Aztán le is ment ez a hullám. Az érdekesség az, hogy ez a tórába bele van kódolva. Ki lehet számolni, ha akarod, vagy megmutatom egyszer. vagy. mindegy. Ez egy érdekes dolog. És ez a Yeshiva is annak nyomán jött létre. És mikor Tehát volt ez volt, a hullám? Hát ez a hippi időszak. Ja, 60-as 60, 70, 80, 90 körül, igen. Azt tudom, hogy, azt tudom, hogy a, mondjuk a 600 körül, bár az már vagy 1400 éve volt, 600 körül mindenképpen volt egy ilyen hullám, amiről te beszélsz. Bár hm. az, 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 nagyobb léptékben, akkor volt ugye a, az iszlám, akkor nagyjából a buddhizmus, hinduizmus, akkor volt mindenfelé ezek a idézőjebe vett nagy tanítók, a világban, úgyhogy az biztos, az arra én is felfigyeltem erre, amit mondasz, Érdekes. hogy hogy lehet az, hogy mindenki akkor, de valószínűleg valószínűleg a teremtő az, aki intézi ezt a háttérből, Persze. és akkor volt ott az ideje, hogy, hogy ez megtörténjen. Akkor bejártad a, a Európát legalábbis, hanem a világot, a tanulás Igen. ügyben. Mi az, ami, ami te legjobban Kedvelsz ebből az egészből, amit tanultál? Mi, a, mi az, amit szer, ami szerinted a legnagyszerűbb eredménye lett annak, hogy, hogy te ezt a folyamatot végigcsináltad? Hát ez egy, nem tudom, jó, mi a jó szó magyar, magyarul elő, package deal, tehát az mm. egész egyben egy nagy csomag, tehát egy életvitel, egy olyan életvitelt ad, ugye, ami, ami azért a mai világban eléggé hiányzik. Olyan. Tehát a kiegyensúlyozott normál, az már, már ami normális, az már, az már kiemelkedik pozitív irányba. Igen, az, az már most ami normális, az ilyen kuriózum lett. Igen, igen. Tehát például ez is, hogy gondolkoztam most ezzel, hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy a kiegyensúlyozott családi élet. Hogy? Kell ke 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 az egy házastárs, nem triviális, hogy lesz. Kell hozzá gyerek, gyerekek, az se triviális. Igen. Aztán még kell, hogy még hogy ne is vessenek össze, meg legyen az összhang, az se. Tehát ilyen pici, pici valószínűsége van. Igen. Igen. Tehát. Szóval maga nyilván, az, hogy élet az... élet erősíti, nem garancia semmi sem garancia, uh -huh. de nyilván erősíti. Vagy ne. Maga az életforma, ami... ami, És te ezt is akartad, akkor a kezdetektől fogva, vagy úgy képzeltedem, el, hogy te, te, te ezt végcsinálod, és ez az, ahova el fogsz jutni. Hát az elején nem gondoltam azt, hogy rabbi leszek, uh -huh. de. Időről időre az megfogalmazódott benne, tehát maga az a látvány, amit megéltem itt a, a közösségben, hogy ezt mindig ez az egy ilyen refrénszerűen visszatérő motivum, ez a 80 ezer vagy 100 ezer magyar zsidó, hogy azokkal mi lesz, hogy azokkal, ez senki nem tudja igazán, hogy mit lehet velük kezdeni, mindenki csak kísérletezik, ez egy olyan, egy jó probléma, az megoldhatatlan. Tehát ami ami, amilyen egyszerűen megoldható, könnyű probléma, az egy, az egy magára valamit is adó embert azt nem érdekli. Igen. De ez, ez nagyon sok mindenkit, az én környezetem, és sok embert ismerek, itt ez megmozgat, hogy mi lesz ezzel a sok zsidóval, akik tényleg van egy identitástudat, nincsen szerintem nem jellemző a vallás ellenesség. Igen. Tehát nincs, nincsen ellenesség, de nincsen tudás se, és gyakorlat se. Tehát ez... Szerintem ez egy olyan egyedülálló kombinációs feszültség, hogy ú, ez, ez, ez mindenképpen megmozgatja az embernek a fantáziáját. Van, van az a fogalom is, én, én angolul otthonosabban mozgok így általában mindenben, mert ugye az információ jobban elérhető, de én figyeltem arra, hogy beszélnek arról, hogy ateista zsidó, meg a zsidó, de nem hisz Istenben, és Nyilván feltételezem, hogy keveredik már a, az, hogy zsidó, mint vallás, meg etnikum, szóval fe, fe, a szót nem mindig úgy használják, hogy vallásos, de én még olyat is hallottam, hogy hogy valaki hívő zsidóként, és mégis, mintha arról beszélt volna, hogy, hogy ateista. Érthető, amit mondok? Hogy megvan a, kivébe, igen. a kultúrája, a kulturális háttér, stb., de, de, nem, de mégsem hisz, és szerintem ez lehet, hogy... Kultúr, kultúr zsidó? Igen, na ilyesmi. Szóval, hogy tudod, hogy a családi abban nőtt fel, de, de, de ateistaként éli az életét, valami ilyesmi. Igen, ja, ahogy vallás és családban nőtt fel. Igen, de, de, de aztán ateista Igen. mégis. Akkor azt akarod mondani, hogy az a 80-100 ezer, ez a magyarországi létszám? Ezt szokták mondani uh -huh. jellemzően. És akkor ott, ott hiány van a rabbiból, vagy képzésben? Nem rabbiból, zsidóból. Ja, ér. van hiány. De most mivel megnéztem csak játékból, szerettem ugye matematika, statisztikákat, úgy megnéztem, hogy mi a helyzet, ha mondjuk összehasonlítjuk a többségi társadalommal a zsidó kisebbséget a többségi társadalom azt mondják, azt hiszem úgy láttam a e, statisztikákat interneten, hogy e, megkérdezték, hogy hányan járnak a keresztények közül, hány százalék jár hetente egyszer templomba. Azt hiszem, hogy jön igen, az ők jött 10 százalék. Igen, minimális. És hát ez kevés, kevés, de most akkor, hogyha 80 ezeret levetítem 10 százalékra, sajnos messze vagyunk attól, mi még. Ja, hogy 8 ezer sem, át... sem jár, azt mondod? Igen, igen. Igen. Szórva. Igen. És akkor... körülbelül inkább a 800 lenne a realisztikus. A országos szinte. Igen. Hát a országos szint az nagyon erősen egybeesik a mert Ja, hogy nincsen. Vidék. akikkel vidékiekkel van a kapcsolatom, vidékiek megkeresnek, és mondják, hogy hát itt vidéken nem nagyon. Én, én másképp képzeltem ezt el. Én, nem, én a számokat se tudtam, de én többre gondoltam. Bár lehet, hogy nem tudom, hogy ez, mármint hogy ó, miért gondoltam többre, de én létszámban is nagyobbnak gondoltam. Meg úgy azt is gondoltam volna, hogy elkötelezettebbek, mint, mint amiről te most beszélsz. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Hát a képzettség hiánya, tehát érdekes, ugye, miért nincs képzettség, amikor van képzés? Itt valami, valami el van csúszva. Más, más országokkal, ez, a, ez amit én szerintem tudok hozni, hogy a teremtő megsegített engem abban, hogy láttam más országokból, hogy hogy működnek a dolgok, amikről azt tudom mondani, hogy ez mintaszerű, vagy, vagy etalon szint, uh -huh. és, és ahhoz képes lehet látni a, a hiányosságokat. Értem. Nem, nincs, nincs igazából. E, hát ugye egy komolyabb közösség, hát, a komolyabb közösség ugye, eleve, amikor egy közösség már megengedheti magának azt, hogy mondjuk föntartson egy esivát, az az ott kezdődik, hogy van egy kritikus tömeg. Igen. Tehát. Eh, Világos az, az, kell vagy. Érdeklődés, igen. igen. Valami, valami átmeneti dolog, tervezésre van szükség, és hát sok kreativitásra, és sok lelkesedésre, és sok humán munkaerőre igen. is. Azt akartam, az lett volna a következő dolog, amit megkérdeznék, hogy van valamennyi elképzelésem arról, hogy a, hogyan alakult ki a jelenlegi vallás, zsidó vallásnak a, a hát az iratai, de hogyha azt esetleg feltételezem, hogy te tisztában vagy vele jobban, mint én, ha esetleg felvázolnád akár, hogy röviden hosszan, hogy hogy jutunk el oda, ahol, ahol ma tart ez az egész. Mi volt a folyamat a nagy? Hát ugye kezdődött az egész, ugye. Először az örökkévaló teremtette az embert, és akkor akkor még nem volt tóra. De az hagyomány azt mondja, hogy az, azért volt olyan, amit úgy jön, a sém és éver jesívája. Tehát szóbeli tanítások, az örökkévaló ugye profécia, tehát ugye az egésznek az alapja a profécia. Azt, hogy valaki kap proféciát, és azt, továbbad tanításokat, ez kezdettől fogva. Ez kezdettől fogva volt, a változást az Ábrahám hozta el, ugye Ábrahámot az örökkévaló azt mondta, hogy őt nagy népé teszi, és hogy rajta keresztül lesznek megáldatva világ minden népei. Ábrahámtól az Izsákhoz és a Jákobhoz került ez a ez az áldás, az biztos, hogy ismerik, nem kell elmondanom. Remélem. A remélem, remélem, hogy ennyit azért tudna. De, a, de azt, hogy a Jákob után, ugye Jákob az nem ment Egyiptom, és amikor följöttek, akkor a Mózes megkapta a Tórát. Tehát innentől számíthatunk írásbeliséget zsidó szempontból Tóra adás, és ugye a Tóra kinyilatkoztatás az ugye egy egyedi dolog. Tömeges kinyilatkoztatás, azt mondják is sokan, hogy ez a tömeges kinyilatkoztatás sztori, ez például ez egy, egy, ez egy, ez egy egyedülálló a vallástörténelemben, és erre van, aki épít is rendesen, hogy hogy lehet az, hogy vannak, vannak ezek a visszatérő sztorik, mondjuk özönvíznek, teremtés, meg ilyenek, amik több vallásba föltűnnek. Ez nem tűnik föl. Nem tűnik föl, hogy hogy összes nem tudom milyen nép az megállt a hegy lábánál, és akkor az örökkévaló kinyilvánította nekik a törvényeket. Tehát ez csak a zsidóságban van. Úgyhogy ez a, ez a, ez a kezdette a történetnek. A Tóra, ez a Tóra, Mózes öt könyve, Tóra adás, most a Tóra, nem az egész Tóra, az egész Tóra Mózes-től van, mivel hogy a Mózes volt az, aki ezt a kinyilatkoztatást kapta, és bele is van írva a Tórába több helyen is, hogy nincs olyan proféta, mint Mózes, hogy a Mózesnek van egy extra színvonala, és ezért nincs olyan autoritású semmilyen a zsidó irodalomban, mint a Tóra, mint a Mózes öt könyve. De a Mózes öt könyvében egy csomó olyan dolog van leírva, ami nincs leírva. Vagyis bele van írva, vagy nincs beleírva. Igen. És ezekre, ezeket egészíti ki, amit úgy hívnak, hogy szóbeli tóra, van írottóra, és van szóbeli tóra. És a szóbeli tóra az valóban szóbeli is volt, és nemzedékről nemzedékre szállt, és. és, és euh, Sokszor szokták mondani, hogy de hogyha a körben ülnek az emberek, és az egyik a másiknak a fülébe súg valamit, akkor az eltorzul. Erre szoktam mondani, hogy ez nem egy összehasonlítás, mert itt meg. Persze. Mert annak a játéknak pont az a lényege, az, az pont akkor vicces, hogyha rosszul hallod. És itt pedig meg pont az volt az egésznek a lényege, hogy, hogy, hogy a tanítás is. Amikor én ültem a Jesivába, akkor is úgy tanultunk egyébként, hogy megkaptuk a, hát akkor már a nyomtatott szöveget, áttanultuk, utána elmondta a tanító is, de úgy, hogy. Sokkal-sokkal többet és érdekesebben és izgalmasabban, mint amit mi megértettünk a szövegből. És utána egész délután az volt a feladatunk, hogy azt rekonstruáljuk. Jaj, be. Aha. Nem is feltétlenül emlékezből, le is lehetett írni, sőt, Jaj, volt értem egy tanultársam, aki föl is vette, és vissza is hallgatta. Sőt, ez a tanár, ez ő, ő írt is egy könyvet, az itt is van talán ö, valahol. Ö, lehet, hogy most nem vélem el. Itt van valahol az ő könyve, valahol mögöttem. Ah, igen, ott van fönn, nem érem el. Tehát ő konkrétan igen. le is írta, és, és azt is tanította, ami, tehát általában egy oldalnyit mondott el egy, egy napon, az egy óra, egy órát tanított egy nap. <laughs> és azt is mondta, el, egy oldalnyit. És az az egy oldal, az olyan masszív tudásanyag volt, hogy azt utána két három órán át kellett próbálnunk, rekonstruálnunk, sikerült, ha és a sikerült. És ez mi, Milyen jellegű ez, amiről most be Ez már a, a szóbeli? része. A, a, mert azt, az, azt, én értem egyrészt az előző videódból, meg úgy annyira ismerem a történetet, hogy ugye az, a, az, az az, elképzelés, hogy, hogy még adott egyéb instrukciókat is Mózesnek a sínai hegyen, amiket nem írt le. Most az érdekelne így villámgyorsan, hogy mi az, amit leírt? És tehát amit leírt, az az, az az, amit mi ismerünk ugye a mondjuk Semottól, 19-20-tól, ahol még vannak törvények. Ugye arra gondolsz, ami le van írva? Igen. Hát a, a, na most a zsidóság ezt egy fokkal erősebben értelmezi és azt mondja, hogy, hogy hogy mivel hogy a Tóra egészét a Mózesnek tulajdonítja, noha az utolsó pár mondatot, amikor nem feltétlenül az vita, de azért a az eleje igen, akkor abból is van mit tanulni. Akkor nem közvetlen törvény, de tanulságokat, meg ilyesmi. Igen, igen. Egyetlen egy szó. Tehát ez a különlegesége a proféciának, meg igazából mindenki, mindenki, aki kap egy proféciát és elmondja, azért az egy eléggé erős dolog. Tehát a Mózes ennél egyel följebbi szinten van, és a Mózes szintjén az van, hogy amit a Mózesi proféciában, tórába kapunk, ott egy felesleges betű, egy felesleges szó nincs, és abból is lehet tanulságot levonni. Ó, én én egyetértek ezzel egy, teljes mértékben. Úgy értettem, hogy a kifejezett törvény, de, de vehetjük úgy is, ahogy te mondod, hogy amikor a hegyen volt, akkor megkaptam mindazt, amit ez az első öt könyv tartalmaz, amit ma mi ismerünk. Így? N nem feltétlenül. Nem, hiszen azt írja, hogy hogy ö, majd a, a találkozás sátrában is lesz kinyilatkoztatás. Tehát ez megint explicite áll ja, értem. a <laughs> Hát Ott folytatódik de az, akkor az a kinyilatkoztatás folytatódik most, akkor ennek lehetnek különféle alváltozatai, ami már filozófiai vita, és nem hinném, hogy érinti a lényegét a történetben. Egyébként nem, el is lehet képzelni az, hogy, meg hát szükséges is, nem? Hát az lehet, sőt, azt is, azt is megfogalmazza a tóra, hogy ha ez túl nehéz neked, akkor menjél el akkor a papokhoz, és akkor ők majd tanácsot kérnek, és akkor azt a döntést hoz meg, a, amit ők javasolnak. Meg azt nem gondolhatjuk, hogy annyit mondott nekik, hogy ne gyilkolj, aztán mindenki menjen dolgára, meg gondolom az egész kifinomultabb volt. Úgyhogy én nem is azt akarom mondani, hogy nem létezhet más, ami le van írva, inkább talán az a nehézsége, hogy honnan tudjuk, hogy ami ma, amit ma használunk, vagyis használnak, mint mondjuk Talmud vagy az egyéb írások, szóval honnan tudod, hogy az, az azonos azzal, amit esetleg, amit kapott, mondjuk, amit Mózes használhatott, vagy kapott. Igen, igen, igen. Hát erre több, több mód is van. Az egyik az, hogy maga a Talmud írja azt, ha nem. Hát a Talmudban van egy ilyen kifejezés, Hála Moshe mosem Törvény Mózesnek a színáj hegyéről. Tehát ez egy, ez egy terminus technikus, ez ismétlődik, de nem sokszor. Uh -huh. Nem sokszor ismétlődik. Tehát ha ezt írja, néha a írja, hogy ezt így kapta a Mózes. Értem. Máshol írja, hogy nem. Máshol írja, hogy ezt a rabbik azért mondták, mert a tórában az áll, hogy őrizdétek az őrizetemet, készítsetek védőgátat a tórának. Ha esetleg úgy látjátok, hogy valamelyik törvénynek a betartása nehézségekbe ütközhet, akkor próbáljátok a ti saját törvényeitekkel segíteni ezt. E -e és ezért a Talmudban ez is explicit van belőle, hogy ezt mi hoztuk. Ezt nem az örökkévaló mondta. Tehát ez a Talmud egyik legőszintébb könyv nem akarja, nem arról van szó, hogy a rabbik a saját törvényeket, sokan ezt így képzik, a rabbik a saját kitalál majd valamit a rabbi, és azt majd az örökkévalónak, meg a Mózesnek a szájba adja. Hát onnan tudom, hogy ez nem így van, hogy még az ellenkezőjét is leírja. Leírja, világos. Érthető. Inkább lehet, hogy csak azért azért kifogásolják, meg ugye az, az, említett videóban is talán azért kifogásolta, meg, meg, kifogásolják az emberek, ugye, hogy le van írva, hogy sokszor, hogy ne tégy hozzá, meg ne védj el belőle. Én, én viszont megértem azt, hogy lehetetlen úgy élni az életet, hogy pusztán mindig azt mondom, hogy jó, mi van leírva, nézzük meg, hogy mi van leírva, és hogyha az, amit te beszélsz, az én, szóval annyira azért nem részletes a tóra, hogy ki, mindent te meg tudjál oldani abból, ami le van írva. Így rá vagy utalva, vagy rá van utalva az ember arra, hogy bizonyos kérdéseket szerintem elég gyakran egyébként az életben valamilyen úton módon a gyakorlatban alkalmazza azt, ami le van írva, és ha már alkalmazza, akkor már egyszerűbb, hogyha azt leírja, és azt mondja, hogy a jövőben, hogyha előfordul egy ilyen eset, akkor itt van egy precedens, ezt mi így csináltuk, és így e, e, gyakorlatban egyszerűbb használni. Feltételezem, hogy egy ilyen is áll le mögött, nem? Igen, igen, amit én szoktam mindig mondani, ez két példa, a szombat és, a, és, az imaszi. Ez a kettő, ami szerintem a legszembetűnőbb, hogyha bárki olvassa, és közben gondolkozik, miközben olvassa a tórát, és azt látja, hogy tegyed, kösd a kezedre jelként, meg tedd a fejedre jelként, mit kössek a kezemre jelként, mit kössek a fejemre jelként, ami eszembe jut, vagy valami, ami úgy néz ki. Tehát oda van írva, hogy csináld meg, de nincs oda írva, hogy mit csinálj meg. Igen. Ez egyértelműen feltételező, hogy akkor, akkor valahol, valahol az meg kell, hogy legyen, vagy mindenkinek szabad program, tehát az nem valószínű. Tehát ez az egyik, ami ilyen nagyon-nagyon Másként nehezen magyarázható. Persze. A másik, meg a szombat, ugye szombatnál viszont meg az, az, áll, hogy aki a szombatot megszegi, elvileg az halállal büntethető. Más kérdés, hogy technikai okok miatt ezt most pillanatnyilag nem hajtjuk végre, de... Durva világ a, 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 lenne, hogy... Igen, de, de, a, de, azért a mihez tartás véget bele van írva, Hát csak, hogy, csak hogy tudjuk, hogy mi ez a szombat, hogy, hogy mégis hol helyezkedik el a súlyossági skálánk, ezért ez bele van írva a tórába hogy viszont, ami nincs, be, és, és hogy aki megszegi, az bele van, hogy megszegi, és az is bele van írva, hogy, hogy ne gyújtsál tüzet szombaton, ez oké, okay. és az is bele van írva, hogy valaki szedegetett rőzsét, és hogy akkor az az probléma volt belőle, ki kivégezték, és később kicsit, azt hiszem a Nehemias könyvében, azt ott a hordásvívésről is ír. Tehát akkor lényegében három dolgot szedtünk így össze, három különböző helyről, de Ennyi a szombat? Hát így van, azért ennél csak komplexen komple nem mondom, én megértem, hogyha meg az el lehet gondolkozni azon is, hogy akármennyire is viccesnek hangzik, hogy mi az, ami például hordásnak számít akkor. Persze én már nyilván a, az úgynevezett új szövetség szemüvegén keresztül szemlélvén az egészet másként gondolok erre, mint te. És ez nem azt jelenti, hogy ez a helyes, vagy az, csak én másként értelmezem. De, 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 függetlenül én igyekszem a, a szombatot, vagy a sabbatot megtartani úgy a legjobb tudásom szerint. Viszont ez, amiről most szó van, hogyha, ugye én azt gondolom, meg mi azt gondoljuk, hogy a. Ez a, a szent szellem vezet minket, vagy a, a ruach. Viszont én jól gondolom, hogy az ez a jelenség, ez a, a, a ruachakodás, ha, ha jól gondolom, így van. Ez szerepel a zsidó vallásban? Ez a dolog? Mert ezt nem tudom. Persze, hogy ne? Hogy ne. És akkor ha igen, hogy akkor ne, hogy milyen ne, hogy funkciót az Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. A proféciáról azt kell tudni, hogy a profécia azt úgy tartjuk, hogy az, a profécia az megszűnt sajnos. Ez volt profécia, de a profécia az egy igen magas, igen komoly szintű dolog volt, de azt most már nem osztogatják. Egykoron vannak róla dokumentációink, csináltak statisztikát a régiek, hogy nem tudom hány százezer, hány millió proféta volt, és ez, 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 a szintű kinyilatkoztatás, egyének, hogy egyének kaptak jelentős mennyiségű isteni megértést, ez megszűnt. Viszont, ami maradt helyette, az Ruacha Kódes, vagyis Szent Szellem, amit nagyon szépen úgy fordítanak, isteni inspiráció. Ez a zsidóhit szerint ez azt jelenti, ha az ember eljut odáig, kiérdemli, különböző okoknál fogva, vagy nem tudom, valami olyan helyzetben van, akkor az egy nagyon-nagyon tiszta megértés. De amennyire én értem, ez, 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 ez ilyen ajándékféle, Tehát amennyire én értem, ugye a kereszténységben, tehát a kereszténységben én úgy értettem, hogy ott ott ez ennek a szerepe azért nagy, mert hogy a zsidóságban a részletek azok azért már szabályozva vannak akkor az isteni inspiráció, az úgy mond, az extrákhoz kell. Tehát. Most te neked egy nagy megértést kapsz, és megértesz egy részt, egy proféciát, ami benne van a Bibliában, és soha nem értetted, és nagyon furcsa, és a Teremtő szeret téged, és ő azt mondja, hogy tessék, most, most megmutatom neked, hogy mit jelent ez a dolog. Ez, ez a zsidó értelmezés. Nem az, hogy. Az nem azt nem az jelenti, hogy, hogy mit csináljak, hogy mit csináljak, hogy adott esetben, hát például mondjuk azért nyilván vannak olyan élethelyzetek időről időre, amik tényleg ilyen dilemma típusúak, hogy nincs, tényleg nincs mit csinálni, és lehet, hogy nincs is kit megkérdezni, mert lehet, hogy akit meg tudnék kérdezni, az nem úgy élte meg, de az alaphozzáállásunk az, hogy, hogy, hogy megkérdezünk bölcseket, Megkérdezünk rabbikat, tóra tudósokat, akik többet tudnak, és megnézünk precedenseket, és megnézünk könyveket, és, és ez az alap útmutató az életünkhöz. És valóban van Ruacha Kódes, de az nem mint egy. Az ne, nem tudom, statisztikailag ritkábban az az, ami alapján döntünk. Szóval, nyilván az ember az ilyen élet nagy kérdéseiről, azért az... valószínűleg az ő, ő maga. Magahoz. Nagyjából egyébként el, elmagyaráztad szerintem, hogy mi a, mi a különbség a, a kettő között, meg úgy ki is rajzolódik, szerintem ki is fog rajzolódni majd mindenki számára, hogy a gondolkodásmódbeli különbség az mi is tulajdonképpen, mert mintha azt mondtad volna, hogy a, a zsidóság az inkább a a meglévő tradíciókból táplálkozik, hogyha egy, egy esetet el kell dönteni, vagy vagy bármiféle döntést meg kell hozni, míg a, az úgymond kereszténység az meg erre a, ami egy ilyen intuíció vagy megérzés, nagyjából így funkcionál a, a maga a ruach, és ez, ez egyébként így is van a, hogy megvilágosítja az embert. De, de, számos egyéb. De nézd, mikor te olvasol, mikor tanulmányozom magadtól, akkor veled is biztos előfordul, hogy ezt nem értetted, de megérted. Persze, persze, ezt mondtam az előbb is. Aha. Ugye értem, ja, jó. Szóval akkor ezt te is annak tulajdonítod a ruak működésének? Persze hát, okay. mi más? Hát a és teremtő segít megérteni. Hogy nem, abszolút, szóval akkor... a Zsoltar Gál Énájvá Bító mondtuk az elején, említettem, hogy nem tudjuk fejből, hogy hogy a, a, úgy, mint a keresztények, hogy hányadikban van, de a Héber szövegre emléksz, ez a 112, 119. Zsoltárban, nagyon hosszú Zsoltárban ez a mondat, hogy, hogy fedd fel a szememet, hogy, hogy be, láthassam a Tórádnak a csodáit. Tehát ezt mondja a Dávid király, és ezt mindig, ez benne van, a Tóra tanulás előtti imában. Ezt, ezt, ezt... De... És... Gál Énajvá, Bíton, Nifloj, 119. Zsoltár, 18. mondat. És van, van egyéb funkció, amit te azonosítani tudsz, ahogyan működik esetleg? A... De ha nem, nem, csak kérdem, kíváncsiságban. Ez volt a másik, amit szintén említettem, hogy a dilemma. Vannak az életben dilemmák. Nehéz helyzetek. Lehetnek nagy nehéz helyzetek, ilyen nagy döntés, hogy most tényleg szemben állunk egy olyan problémával, ami sok embernek okoz jót vagy rosszat, hogy hogy, hogy most jobbra vagy balra lépünk. Igen. A, akkor azért De ilyen ez esetben én bizonyos szint fölött az ember már nem nem döntöget, úgy mondasz. Ja, értem, szakellel. nyilván nem, nem fogod most világos, de... Mikor csak tettem az esetek, 90%-ában van egy rabbim, oda megyek hozzá, megkérdezem, az a rabbi az, az százszor annyit tanult, mint én, és és, 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 jobban átlátja, és, és már nem tudom, 40 éve már ilyen kérdésekkel foglalkozik. És... Persze, természetes, hogy én sem úgy gondoltam, hogy, hogy most én csak azt mondom, hogy ja, nekem megmutatta a ruhák, hogy most ezt fogjuk csinálni, hogy azt fogjuk csinálni. Mert ugye az elkerülhetetlen, hogy az ember tanácskozzon másokkal, hisz azon keresztül is a, az atya segít. Nyilván nem, hisz oda mész tanácskozol, akkor az valamiféle alázatot jelent, meg csak szükség van arra, hogy az a közösségi épüljön, különben mindenki csak mehetne a dolgára, aztán mondhatná azt, hogy nekem megmutatta. De nagyjából értem, akkor ott is funkcionál, maga a ruhák csak nem olyan jelentős, mint ahogy a keresztények mondják. Én amúgy nem tartom magam kereszténynek, ha ez segít. Bár ez gondolom nyilvánvaló, mint ahogy zsidónak sem. De most rólam lehet, hogy nem is. Majd esetleg később, ha bárkit az érdekel, inkább akkor. Mi a rétegződés ennek a, a zsidó hagyományoknak? Mert most már hallottuk a Talmudot. Én ezt de nem jutottam a Igen, A Talmudot ismerik, tal mindenki formában. szerintem. Arról hallott már mindenki a Talmudról. Most csak röviden ma magyaráz már el a, 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 egy ilyen idézőjebe vett tudatlannak, hogy mi is a Talmud gyakorlatilag valójában. Na tehát, van a Tóra, az a Tóra. Mózes öt könyve, de van a Tanács egy héber biblia, vagy ószövetség néven is ismeretes. Ez természetesen zsidóknak nem ószövetség, hanem zsidóknak az a biblia. Az a biblia. És az viszont tartalmilag, szövegileg az ugyanaz, mint, mint hogy keresztény bibliát kinyit az ember. Persze. A Tóra, Mózes öt könyve utáni könyvek. Az is van. És utána a következő állomás nálunk a misna. Ez a misna, ez még Talmud előtti. Ez a szóbeli tan leírása úgymond, ez az, amikor, amikor már ott voltak, hogy szóban adták tovább a dolgokat, é, hogy, hogy miket, hogy kell csinálni. Már abban is voltak ugye viták, most van, aki azt mondja, hogy azért, mert már nem emlékeztek, hogy mit mondott a Mózes, de hát szerintem ez túl egyszerűsítése a dolognak, mert ahogy te is mondtad szerintem ezt egyszer, hogy nem lehet mindent, nem lehet minden esetre gondolni, nem lehet minden nem. esetről beszélni, nem lehet olyan Mózes összeset mondta. hosszú lenne a könyv, hogyha mindent akart volna szabályozni. Igen, és akkor ezért voltak viták, voltak olyan esetek, hogy melyikhez hasonlítsuk, mely, melyikhez működik jobban, és az, a misnában már viták is vannak. A misna szóban adatott, tehát sok-sok-sok száz éven keresztül, egész addig, amíg azt nem mondták a rabbik, hogy most már ha tovább megy ez így, akkor el fogják felejteni, nem tudják, ugye, ezt is kérdeztet, hogy honnan tudjuk, hogy ez az, honnan tudjuk, hogy ez az, honnan tudjuk, hogy ez az, ez egy másik, honnan tudjuk, hogy amikor már érezték, hogy na most már itten torzulási, felejtési veszély, azt mondják, akkor ezt előbb le kell írni. Elvileg a leírás az nem egy jó dolog, mert a szóbelinek azért is kell szóbelinek lennie, hogy élő maradjon. Hogy csak úgy szerezhessed meg, hogy ott vagy a tanárral szemben, és a tanár megkérdezi, de biztos megértetted? Akkor visszakérdez, és akkor ellenőrzi, és akkor hát az, az egész erre épül, hogy a, a egy Kiszűrendő, hogy nehogy torzulás legyen. És amikor már odáig jutunk, hogy már már ez nem működik, a e, háborúk, az elnyomattatás, a mindenféle dolgok miatt nem működik, nem lehetséges a tanulás, már akkor azt mondjuk, hogy jó van, akkor leírjuk, ami eddig van. És akkor ez volt a Misna. De a Misna az ott az volt a szempont, hogy írjunk le pont annyit, amennyit nagyon muszáj, de ne többet. De továbbra se akarjuk, hogy le legyen írva, mert azt tudjuk, továbbra is a szóbeli átadás az egy érték. Ez, bocsánat, És a... érdekes, amit mondasz, ez a szóbeli átadás, mindjárt visszaadom a szót, de a, egyébként a Koránnál is így beszélnek a muszlimok. Ők is arra hivatkoznak, hogy mind a mai napig az egy bevett gyakorlat, hogy az emberek memorizálják az egész Koránt. Persze nyilván a Korán az nagyjából egy hatoda a Bibliának, már mint a 66 könyvnek. Szóval de lényegesen kisebb. Csak azt akartam ebből kihozni, hogy valószínűleg akkor ez egy bevett gyakorlat volt, hiszen az emberek nagy többsége nem tudott se írni, se olvasni. Plusz még ráadásul az eszköz készlet sem úgy volt, mint most, hogy bemegyek egy papírboltba, veszek egy jegyzetfüzetet, meg egy csomag tollat. Úgyhogy rá voltak kényszerülve ők erre a, a, memorizálásra, nem ezért volt ez akkor annyira menő. De akkor ott tartottunk, hogy a misna ez a, ez a tömör összefoglalója annak, ami ahogyan ők megoldották a helyzetet a tóra segítségével. És akkor hogyan haladunk tovább? Igen, igen, szóval ebbe van hagyomány is, meg vannak viták is, talán szóval ebben már van, vannak sztorik is módjával, amik szintén természetesen erről szólnak, jogalkalmazásról, a tórai jogalkalmazásról, és hát a Talmud az, hát akkoriban már akkor az volt a módszer, hogy akkor a misna az ad egy szerkezetet, mert az beosztja a törvényeket témakörökbe, 63 témakörre sorolja, 63 tórában megjelenő téma van benne, uh -huh. és ez a 63, ez be van téve hat ilyen nagyobb dobozba és akkor ezek alapján tudtak menni, hogy akkor most te, tanuljuk ezt a témát. És akkor ez, ez volt akkoriban egy ilyen bevett tanulási metódus, hogy azon vég mennek tanulók, taná, tanító, és magyarázza hozzá, hogy miket kell még tudni, mik azok, amiket direkt nem írtunk bele, mik azok, amik izék, és akkor elkezdenek a tanulók vitatkozni rajta, szóval az nagyon-nagyon élő dolog volt, és, és akkor, akkor, akkor azt is lehetett, a talmud az ez, a talmud az azt jelenti, hogy Megyünk végig a Misnán, fog a Mishnát, nézzük, hogy milyen viták vannak rajta, miket hallottunk még róla, mi bontakozik ki belőle, és, és kibontja. Nagyon-nagyon változik, hogy hogy mennyit mond egy misnára. Van, hogy csak. Ugyanannyit, mint a Mishna maga egy kis, egy pár sort, és van hogy oldalakat. De a talmud a szerjedelmében azért elég vaskos, ha jól gondolom. 24-szerese, 24-szerese a Tóra szövegének. Én nekem ez van egy táblázatom erre, hogy kiszámoltam ezeket a 24 dolgokat. szerese a Tóra szövegének, mondjuk a, a Tóra az, nem is tudom, hogy 200 oldal Néj. lehet a Bibliában? A Tóra az a negyede a Bibli, a, 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 az, az Ószövetségnek. Ószövetség igen, ja, És igen. a misna az meg a hatoda. Nem hat, a... az, is négy, az is négy, és a, és a, négy, a, a Talmud a Misnának. A, és akkor a Tórának hányszorosa? A Talmud? A Talmud 24 szeres. 24 szer annyi. Az azt jelenti, hogy ha a negyede az Ószövetségnek, akkor 6 szor annyi, mint az Ószövetség. Igen, igen, igen. Hat Itt van mögöttem egyébként a nagyon-nagyon kisbetűs nyomtatás. Ez meg lehet nézni, ez így ennyi helyet foglal, nem olyan vészesen sok. Így kisbetűvel, hát a nagyobb betűvel akarják nyomtatni, még tényleg az olvashatóbb, akkor akkor már több helyet foglal. Ja, igen, ja, igen és el ez el így össze-vissza van írva, hogy van középen egy szöveg, nem? És akkor köré van írva, hogy ki mit mondott, meg hogy van. Na jó, de hát csak ez a de ezek már magyarázók. Ja, az értemem. első magyarázók, akik a legtöbbet, legalaposabban, legjobban megmarázták, azokat még azért bedobták az oldalra, hogy hogy ne legyél teljesen elveszve a Sz Szóval tengelyben. az a kicsi középen, ami ki van jelölve, az a négyzet, vagy téglalap az, az a Talmud? Ez a talmud. Igen. Ja, és ami kívül le van, az meg a magyarázata. Igen, de hát természetesen sokkal több magyarázat van, tehát 20 szor 10 szer 100 szor olyan sok magyarázó van. Csak Ezek nem Csak érve. az első magyarázók, akik legtöbbet, akik a alapozó Ajatt, munkát megcsinálták, hogy legalább az alap persze, dolgokat értsen az ember, hogy egy ilyen indító csomagja legyen az embernek, és ahhoz legalább ne kelljen kinyitnia egy könyves posztnyi könyvet. Ja, értem, és akkor, de hát gondolom, az, van ennek egy bőve verziója, mint az ott? Ö, hát a, hát a polcok, ugye most itt van nálam ez a Massifta. most megint itt egy picit messze van, de mindjárt hozom. Ez, ez egy érdekes, ezt a kötetet. Ez úgy működik, hogy ez ide van írva, hogy melyik oldalak. Ez jellemzően 7 oldal másodiktól a 17. oldalig. A 17 oldal, ami ebben a kicsik füzetben 17 oldal. Abból írtak egy e könyvben. Abból ez a magyarázatoknak a gyűjteménye. <laughs> tehát ez csak az, az antológia. Hát akkor ez a... csak az antológia, ami azt mondja, hogy röviden mihol van. Ha tényleg akarod elolvasni, akkor ki kell nyitnod egy másik könyvet. Nem, az, amit most fogsz, az csak az mutatja, hogy hol találod meg egy másik könyvben a 17 oldalról a valamit. Igen. Hát akkor, akkor mennyi a... a az hát azt az... még nem számoltam meg. <laughs> Várj, most ezt át kell gondolom fejbe, hogyha 17 oldalból van egy könyv, akkor igen. 170 oldal biztos van a kis könyv, akkor 10-szer annyi a könyv, ami csak az, az a, a hivatkozások. Hát igen, hogyha ezt meg akarod venni, az kb. 1 millió forint. Ebből a teljes polcot meg akarod venni, mert ugye... Hét, hét év alatt tanulják át az egész Talmudot úgy, hogy, hogy egy nap egy lapot, tehát ez 2711 oldal, tehát akkor oszd le 2711 per 10-20, annyi kötetből áll, tehát pár száz kötetből áll ez, Öff. ilyenből. Aha. És akkor már van egy ilyen, de nem mindenki veszi meg ezt, van, aki egyszerűbb, és azt mondja, hogy inkább néhány alapmagyarázót, és akkor abból eléldegél vagy az internetről is lehet egy kicsit. Értem, akkor szügetni. ez, amit fogtál az előbb, abban van magyarázat? Van, van, tehát ez mutatom, tehát ez úgy működik, ez, ez egy nagyon különleges dolog, egy nagyon jó vállalkozás. Ez azzal kezdődik, ami egy elég bevett történet, hogy ez, ez, ugye, ugyanúgy néz ki, ez sima talmudi oldal, csak az ő trükkjük az, hogy fog egy kicsi részt, ezt a kis részt, és be is jelöli két kicsi nyillal, hogy ezt a kis oldal szakaszt elmagyarázza részletesen. Ez egy viszonylag standard eljárás. Csak. Csak akkor vannak hozzá lábjegyzetek. Na de ebben a kötetben ez csak a, ez csak a bemelegítő, mert utána jön az igazi rész. Oké, akkor utána vannak ezek a, most elmagyarázzuk részletesen a oldalán a magyarázatokat, és ez se egy ez akkor a duranás. Ami a nagy duranás, az ez a része, ami, ami tényleg az antológia. Ami úgy működik, hogy akkor egy mondatot veszek ki. És azt az egy mondatot, itt van egy mondat, és akkor itt van fölött egy kérdés, amit arra az egy mondatra felhetteni. Akkor lássuk, hogy ki hogy válaszolta meg azt a kérdést. És akkor mondja, ő így, ő így, ő amúgy. Ahhoz is van lábjegyzet. Akkor menjünk tovább. Mi a következő kérdés erre? Ugyanarra szakasz. Ez a hosszú része ennek a könyvnek. De ezt nem is lehet kiolvasni, vagy igen? Hát nem nagyon. Ez olyan tömeg, az a annyi idő a világon nincs, vagy nem tudom. Valami másfajta célokat kell megpróbálni Persze. kitűzni. Gondolom, hogy ha van egy kérdés, akkor utána akarsz járni, akkor elkezded ezeket a könyveket, mész ide-oda, és akkor azok küldenek ide, ezt mondja. Ezt. Értem én a logikáját most már, úgy, meg, meg ez is volt az én elképzelésem. Nincs is ezzel baj. Mondjuk a keresztények ezt megoldották úgy, hogy őket csak vezetőszentlélek. És <laughs> hogy nekik nincs szükségük semmire. Még az új szövetségre se lassan őket csak abszolút elvezeti. Jó, akkor ez tehát a Talmud, a Misna, illetve ez, a, ez az antológia könyv. Van-e még valami? Hát Én... ugye a Talmudra, Misnára, Talmudra vannak magyarázók, a Talmudat azt szerették sokan magyarázni, tehát azért kell ez a könyv, hogy ha esetleg azok között akarsz tájékozódni, egy másik lehetőség, hogyha ezek között úgy akarsz tájékozódni, hogy nem hagysz ott egy millió forintot és egy könyvespolcot, az az, hogy megismered közelebbről a magyarázónak a stílusát. Tehát mondjuk egy magyarázót tanulsz egy hosszabb ideig, nem uh -huh. tudom, pár hónapig több, több időn át, és akkor ráérzel az ízér, és akkor azt mondod, hogy hú, van egy jó kérdésem, szerintem ilyesmi kérdéseket olvastam annál a rabbinál, ő szerintem tud ilyesmit mondani. És akkor akkor, akkor nem kell ilyen mankó, úgymond. Értem. Hanem akkor tudod önálló. Automatikusan mész oda, és akkor. Igen. Azt hallhatod. Igen. De a Talmudban ugye most kinek a törvények. Még igen. nem jutottunk el a törvényekig. De a talmud az. elvileg a Misna azt mondtam, hogy az az elvileg törvények szerint van rendezve. Igen. De a talmud az már. az már ettől elrugaszkodik és ő már az adott misna kapcsán mindent belehoz. Tehát mindent mindennel összehasonlít, akár olyasmit is, amiben csak egy pici közös nevező van, de azért hasonlítsuk össze, hogy az mégis miért más. Tehát abból már törvényt nem tudsz tanulni. Ezért később születtek olyanok, amik akkor jó, akkor azt mondja, jó van rendben, akkor a Talmudból kiveszünk csak a törvényeket. Ez volt az első próbálkozás. Második, hogy akkor csinálunk valami olyasmit, ami a misna. Tehát sorban, téma, tematikus rendezésben csak a Talmudban szereplő törvények, hmm. és ráadásul a Talmudban sem igazából minden vita végén mondja meg, hogy ki nyert, hanem néha ezt a későbbi nemzedékekre bízzuk, de ne aggódjál, mert arra is vannak ott olyan rabbik, akik ennek a mestere és majd eldöntik. Na, és akkor abból van, most mutatok még egy könyvet, ez az, amit tényleg tanulnak a rabbi képzőben, Berlinben. Ebből már nincsen ilyen kis változat, vagy én legalábbis nem, nem ismerek, csak ilyen nagyobb méretű. <laughs> Nehéz is elképzelni abból egy kis... Igen, ez, ez így néz ki belülről, ez egy picit több magyarázat, meg... És akkor az igen. mi? Na, ez a tur meg a Shulchan hát ez már lényegében az, ami azt mondja, hogy jó van, akkor most térjünk a tárgyra. Kezdjük el komoly beszélgetni a <gül> <gül> Minden vita, lement, igen már meghallgattuk, hogy ki mit gondol, ki hogyan értelmezi a különböző tanításokat, akkor most beszéljük meg, hogy tényleg most akkor szabad, vagy nem szabad, meg ilyenek. Mm. És akkor ebből született megint először csak egy rövid, rövid verzió. Sok könyvnek aztán... írásának nincsen vége, mondja. Pontosan. Salva. Pontosan. Mm -hmm. És akkor arra jöttek a magyarázók. Úgyhogy ez az, amit lényegében ebből egy 100-200-300 oldalt körülbelül úgy le kell nyomni egy rabbi képző alatt, és akkor már azt mondjuk, hogy jó, van, akkor most már legalább azt tudod, hogy ezt hogy kell kinyitni. De hát hogy ebből is van néhány, tehát ebből is van, ez, 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 egy kisebb, ez nem olyan sok, ez 20-30 kötet. Ilyen. És ez nincs meg neked feltételezem mind a 30? Sajnos nincs meg az összes, de hát szeretném, hogy meg legyen majd idővel hogy rendelgetni. <laughs> Át, <kéne átolvasgatod>. <laughs> Szabad időt átolvasgatod ezeket? Ez igen, is... ezt, tehát ezzel kell haladni. Ja, igen, rá kell egy, egy, egy témának, a, egy, egy konkrét témának a jó megértése. Az, hogy az hogy jön, jön hozzám valaki, és kérdez valamit, hogy én nekem szabad-e válaszolnom az ő kérdésére, vagy köteles vagyok továbbítani egy nálam nagyobb rabbinak. Ugye? Bizonyos szinten, tehát attól függ mennyit tanult az ember. Bizonyos szinten. Szinte mindenki valamit továbbít, egy nagyobb rabbinak. Vannak a legnagyobb rabik, akik ez a legnagyobb kérdések jutnak el. Azért azt kell tudni, hogy mennyit tudsz. Mm. Azt, Az, hogy egy alapot tudjál, egy alaptudáshoz, egy egyszerű témában, ez két perc alatt az ember átolvassa a fő törvényeket. De ha már egy picit összetettebb törvény jön, akkor bizony ajánlott átlapozni egy 20-30-40 oldalt egy ilyen könyvből, és, és, és egy picit átrágni magát rajta, akkor azzal már úgy bebiztosítja magát az alapkérdésekre. Akkor, akkor kérdéseket, amikor, amikor azt mondtad, hogy egy nap, egy tóra oldalt tanulmányoz át, akkor arra gondoltál, hogy így ezeket is belevéve, ezeket az egyéb segédanyagokat? Hát ez egy módszertan, amit most már kérdezel. Hát az, az, egy, az ki kell alakítani a tanrendet. Ez hmm. egy nagy kihívás. Egy Yeshivában vagy, vagy, vagy a rabbi képzőben, ott meg van adva. Ott, ott a csoporttal haladunk, és ott nem. Tehát ez, amit mondtam, ez az egy nap egy oldal, ez egy ilyen EU-szabvány. Hmm. Tehát ez hogyha semmi más nincs, és dolgozol, és van egy órád, de hát akkor ez nem a legelőkelőbb megoldás, mert akkor egy óra alatt igazából egy gyorsan haladva nem fog annyi minden megragadni. Ez nem egy szisztema vannak szisztematikusabb módszerek. Persze. És akkor nekem az akar, azt gondolom. Hogy? Időigényesebb, akkor az. Szóval, ha igen. részletesebben akarod tanulmányozni, akkor nyilván nem haladsz annyira. Viszont a, a probléma ma, ma talán abban áll, hogy annyi ilyen írás van ott, ha jól látom, hogy szinte lehetetlen konzultálni mindennel, mielőtt meghozol egy döntést. De hát évek alatt igen. nyilván az embereket. Meg, meg lehet oldani, azért mm. igen. Tehát... És tudsz mondani példát esetleg, amivel megkerestek téged? Akármilyen kérdés, amire neked kellett válaszolnod, mint egy rabbinak? Aha. Amire azt mondod, hát ugye, hogy az egy ilyen átlagos, vagy nehéz, vagy amelyik eszedbe jut most? A két fő dolog, ugye, amit a rabbi képzőben tanítanak, az a szombattal kapcsolatos törvények, és a kósersággal kapcsolatos törvények. Kóser-e valami, hogyha ö, általában ez úgy szokott tenni, hogy egy konyhán valami van, ugye teljes húsossal nem lehet összekeverni, de hogyha valami mégis történik, valaki véletlenül összecserél egy kanalat, véletlenül beleteszi az ételbe egy kanalat, ugye van teljes kanál, húsos kanál, teljes kanalat, tett bele, akkor mi a teendő vele? Akkor kóser maradt az étel, kell-e kóseroni, kell, -e kóser a olni, kell -e kifőzni? Hát általában az egyszerű szabály az, az egyszerű szabály az mindig gyorsan elmondható. Az egyszerű szabály az az, hogy ugye a, a 60 szoros méret, az e, úgy számítjuk, hogy az e, 60 szor annyiba esik bele, az föloldódik, tehát egy csepp tej az 60 szor annyi húsban, az meg tud semmisülni, az kóser marad, és azért e, e, kóserolni azt azért azt kell. Tehát e, forró vízbe tenni és azáltal ki, kifőzni mondjuk egy kanalat. De ennek van, ez még az egyszerű szabály, de mindig vannak ezeknek folyamányai Berzió, is. hogy persze. Igen. Lényegében mi is, mi is ilyenekkel találjuk szembe magunkat, és én, én biztos voltam benne, hogy ez így működik ott is. Mert, hogyha gyakorlatban akarod alkalmazni a Tórát, mint ahogy mondjuk az előző beszélgetésedben igyekeztetek eljutni oda, hogyha gyakorlatban akarod alkalmazni, akkor mint ahogy te is rámutattál erre, például a, a CZ-tel kapcsolatban, végül is az nincs leírva, hogy mekkora legyen, vagy hogy, hogy készítsd el azt, vagy milyen, a színe sincs talán, csak van ott valami kék bíbor, akármi, de az talán már a másik, a bojtnál van. Legalábbis amit úgy fordít, hogy bolyt. Vagy például mit jelent az, hogy bolyt? hogy... Igen, ebben belezavarodtuk. Érted? Hát, hát igen, igen. tudtam valamit a magyar nyelvből, amit nem tudtam. Héberből szoktam. Egyszerű a rojt, legalábbis én úgy értelmezem, hogy az a, amit a, nem tudom, hogy cicit, vagy hogy mondják, de az körbe megy a ruhán, és akkor az valamilyen fajta rojt. Hogy de, de ugye nincs leírva az elkészítési módja, nem? Szóval arról nincs szó, hogy így vagy úgy vagy amúgy. És ugyanez a helyzet annál a ha jól emlékszem, az pedig valami mindjárt megnézem inkább, mint hogy hülyeséget beszéljek, de valami Gödelin, vagy valami ilyesmi, hogy a négy sarkára. 22-10, azt hiszem. Feje, 22-es fejezet ez. 12. Ez a Boyd, ez a... Igen, ez a Gödelin, ami sodrot fonal, rojt, Boyd. Igen. Üzerdíszítés, valami ilyesmi. Úgyhogy visszatérve a problémára, amiről szó van, hogy ezeket ha alkalmazni szeretnéd a gyakorlatban, akkor valamire jutni kell az embereknek, nem? Tehát valahogy el Igen. kell dönteni, hogy mi a rojtot így fogjuk értelmezni, a bolytot meg úgy. Igen. És, de ez nincs leírva, ez a két vers van az én tudomásom Igen. szerint, meg néhány talán Igen. így rá. És akkor innen Igen. alakult ki ez a Talmud rendszer. ezekből a, nem igen, ebből most, konkrétan, hanem így maga a, kér, a problémakör így, így, legalábbis egy része, nem? Hát igen, de hát itt, itt, pont a cicitnél azért hagyd tegyem hozzá, hogy az mondjuk így azonnali, tehát ott már nincs, ott nincs ilyen, hogy most akkor mit csináljuk, hanem hogy azt megkapták, és hát már másnap így. Már másnap fölmerülhetett a kérdés, hogy akkor most mi legyen? Igen, ja, értem, amit mondasz, értem, és ebben igazad van. Szóval ők valahogy a, a múzős, és kapcsolatban volt van. az örökké, valóban. Valahogy hogy ők nekik ezt már fel kellett rakni a ruhára, nem? Hát, ez... A ja. detenciókon <laughs> szóval, keresztül csinálják, akkor azt úgy azért így nem van, nagyon így elrugaszkodott van. elhinni. Értem, nekik. értem, amit mondasz, és valóban ez így van, mert ugye, ha ők is, csak, csak ha ez a tóra, ha elfogadjuk, hogy ránk, ez maradt, ő ezt kapta, ha csak ennyit kapott. Ak akkor is valahogy valamit csináltak, nem nem az volt, hogy mindenki ami eszébe jutott, szóval kialakult valamiféle tradíció hogy ez hogy volt, és feltételezhetjük igen, ahogy mondod, hogy ez a tradíció nem csak így adhok kialakult, hanem megkérdezte akkor az örökkévalótól, hogy nézd <laughs> oké, okay, csináljunk rá rajtad de mégis mire gondoltál és akkor az elmondta értem, értem most már, hogy mi a mi a... a az egész filozófia mögötte, vagy az egész gondolatmenet a, a Talmud mögött. Na még. Ja, igen. Akarsz még valamit ezzel a Talmuddal kapcsolatban, vagy az egyéb írásokkal? Ugye ja, a teljes rabbinikus irodalom. Hát hmm. ugye jelentős rabbinikus irodalom ment a Talmud magyarázataiba, jelentős ment ezeknek a törvényeknek a kialakításába, összegyűjtésébe, és még ezen kívül természetesen van ugye Tóra magyarázatok, az is ugye fantasztikus a Tóra, csak az az öt könyv, mint mondtuk, hogy milyen rövid a többihez képest, és mégis milyen mély, hogy mindig lehet rá magyarázni, és mindig még olvassa az ember, most azt mondja, hú, milyen érdekes, hogy itt pont azt mondja, mond erre valaki valamit, és akkor vagy azt találom, hogy igen, és akkor jaj, de érdekes, pont valaki más is azt kérdezte, de azt mondja, hogy nem, senki nem mondja, most kérdeztem először az életben, nem hmm. tudom, hány ezer év után. Ez még érdekesebb. Igen, és aztán... Ez örök dolog, tehát ez is egy irány. A... És még egy másik irány a filozófia, és a filozófiához kapcsolódva, ugye, ezek a, ezek a szellemi, tehát a dolgozzunk önmagunkon, önfejlesztés, közösségi témák, ugye haszidizmus az például ilyen, és a haszidizmusban van ezek a kabala, kabalisztikus hagyomány, ami pedig a, a Tórának a rejtett rétegeinek és utalásainak a összefüggéseiről szól. Igen. Akkor nagyjából ezt így megfejtettük. Még annyit mondhatná, hogy a sabattal kapcsolatban van -e esetleg valami, amivel megkerestek már, vagy mi az, ami az a összefüggésben esetleg megjelent? Hát én még nagyon kezdő vagyok, hogy szerintem csak egyszer kérdeztek olyantól, ami tényleg úgy kérdés volt, aminek hogy utána néztem. Most arról Aha. most, kérdeztek, ja, most pont arról kérdeztek, hogy a kulcs, Ja, most meg is tudom mutatni a kulcsot. van ez öv, és akkor erre rátesszük a kulcsot olyan módon, hogy olyan, mint egy normális öv, itt van a karabiner. Akkor ráteszem a kulcsot a két végére, most nincs itt kulcsom, de az a lényeg, hogy akkor a kulcsnak a lyuka lesz az egyik lyuk, ami összefogja az övet. Az öve, aha. van funkciója. Ja, értem. És akkor nem számít hordásnak, mint hogy hordásnak számít. -e. Ja, hogy az övet lehet-e hordani? Övet lehet hordani, a ruhát lehet hordani. Akkor, hogy ja, ja csak a kérdés, ne... a kulcsot, hogy a A hogy Hát azért az, igen, mondjuk... És elhagyhatod az otthonodat? Legalábbis a... Tehát igen, el... hát az, 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 az... Ne hagyd el a lakóhelyedet, a lakóhelyed az a, az a lakott terület. Én most Budapesten vagyok, hát itt a lakott terület az még azért... Hát az én meg az eltelt egy az, jó sok. 10 km, persze. Igen, egy tanyán ez nem így lenne, nyilván ott az problémásabb lenne. Akkor olyan nincs egy is, farig. hogy esetleg nincs gyülekezet ott, ahol te vagy, mondjuk, mit tudom én, valaki gödöllőnél. Ő elutazhat Budapestre a sabatnapi összejövetelre? Nem. Ő otthon kell, hogy maradjon. Egyedül. Hát ugye, igen, hát igen, ugye nem is. Most az, hogy használhat egy hát autót nyilván nem, mert akkor az közvetlenül tűzgyújtás lesz, ha hát Csak nem elektromos az autó. Értem. -hát, Valahol e -hát, akkor is tüzet gyújtanak, hogy menjen az, e -hát, az autó. E -hát, ó, igen, igen. <laughs> És e de, akkor most bele lehet menni be a késbe, hogy busz, metró, villamos. Ezek nettes kérdések. De mert... akkor az utazás nem probléma maga? Hát de, de probléma, probléma. Problémás elkezdheti az ember kimagyarázni, és van is, aki meg is próbálja elkezdeni kimagyarázni, de az alapvető hozzáállás az, hogy hát ezt inkább hagyjuk. Tehát a, 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 fő szempont az az, amikor az ember választ lakóhelyet, de olyan lakóhelyet választak, ahonnan be tudok sétálni a zsinagógába hmm. Tessék. Ez már determinálja is azt, hogy akkor kávé a És <laughs> Mindenkinek Budapesten kell költöznie. Budapesten. Lehet vidéken is, csak kb. egy helyen, és, 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 legyenek tizen, ugye, mert tizen kellenek az imádkozáshoz, tehát bizonyos dolgok bele vannak kódolva a rendszerbe. De, de akkor, hogyha valaki mondjuk gödöllön, akik maradjunk ennél, és nincs ott. Ja, értem, mert akkor már eleve úgy költözik, meg nem csak úgy valahol lesz, hanem a közösség együtt marad. De, de akkor nem, nem utazhatna be, mondjuk, mondjuk a szom, szombaton van délelőtt egy, egy közösség, akkor ő nem utazhat Gödöllőről be Pestre. Tehát igen. azt tanácsolnád, hogy ne menjen, hanem igen. inkább költözzön el. Vagy menjen előtte való este olyan közel valakihez oda. Szóval szervezze igen. meg úgy, hogy, hogy ezt igen. ki tudja küszöbölni. Igen, igen, igen. Uh -huh. Értem. Na most még egy talán arra van időnk, ezt meg akartam kérdezni, hogy nem tudom, hogy mennyire ismered a, ugye a, a kereszténységet. De mit gondolsz, hogy mi a legnagyobb különbség maga a zsidó vallás és az úgynevezett keresztény vallás között. Mi az, ami szerinted a, a legfontosabb különbsége? Most az ige szakaszoktól eltekinthetünk, de mi a. hogy látod te? Hát nehéz az ige szakaszoktól eltekinteni. Az, hogy, az, hogy nem vezet út az atyához máson kívül csak rajtam keresztül ez, ez tűnik én szerintem leg, leg, kev, legkevésbé nem leg, az finoman mondom, hogy legkevésbé összeegyeztethető. Tehát ez, ez a gondolata a kereszténységnek, hogy a messiás eljön, és azt, ha nem fogadod el, ha elfogadod, akkor úgymond oké, okay, ha nem, akkor nem oké. Okay. Ez például, ez, 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 a zsidóságban nem így szerepel a messiás. Az Ószövetség, a Bibliában, a proféciákban nem így szerepel a messiás mint akit el kell fogadni. Ez az elfogadós történet, elfogadni az örökkévalót kell, A Tórát kell elfogadni. Messiást elfogadni? Ez a messiást elfogadni, és hogy mi múlik azon, hogy elfogadom-e a messiást vagy nem, ez, ez, ez szerintem ez a leg, legerősebb. De ez, a a, ez a János 14.6, ez a Én vagyok az út, az igazság, az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam, erről beszélsz. És gondolkodtál azon, hogy ez honnan keveredett mégis ide ez a gondolat? Bevallom, nem annyira folytattam ilyen irányú kutatásokat, csak ez... megállapítottam, hogy ez nem a mi végünk. Ah. <laughs> Igen, értem, értem. értem. Jó, akkor ez az, egy, ez az egyik, amire azt mondod, hogy ez egy. Én azt hiszem, hogy ez az áldozati rendszerrel kapcsolatos, amiről az előző beszélgetésedben, amikor volt ez a vita, sikertelenül igyekezett <laughs> megértetni veled a srác, hogy miről van szó. Most lehet, hogy már nem kezdek bele, csak. Ugye az a kérdés viszont felmerül, hogy ha nincsen meg a sem a sátor, sem pedig a maga a templom, és az áldozat az egy előírás, akkor mi arra a magyaráz, mi a válaszod arra? Hogy azt nem tudod most, szóval a bűneidért nincsen áldozat. Mint ahogy az a tórában ugye egy elvárás volt, hogy legyen a bűnért áldozat. Nem volt, nem volt az összes bűnért, bizonyos bűnökért volt elvárás az áldozat, nem az összes bűnért, nem volt az, hogy az, az áldozat fog engedni, az áldozat is engedte el, de nem, azt a profétákat megtérést írják. Hmm. Tóra is a megtérést írja sokszor, tehát az a, a, a bűnből a megtérés a természetes kiút. Az áldozat az is része, az is, ugye az áldozat, hogy az áldozat föl lesz áldozva, és... és Mi volt az áldozat pedig, hát szerepe? A... Mert ugye azért... Azt, tehát én, én egyetértek azzal, amit mondasz, mellesleg. Nem csak, hogy megértettem azt, amit mondtál, hanem számomra világosá vált már korábban is, hogy az áldozat maga az majd, hogy nem csak nem csinált semmit a gyakorlatban. Annak nem volt egy olyan szerepe, hogy én egy tókot viszek, vagy egy gerlicét, hogy az bármit is eltüntetett, vagy, vagy jóvá tett, akár itt a földön, vagy akár akár a spirituális oldalon. Szóval én ezt elfogadom, és, és én azzal is egyetértek, hogy nem. Hogy volt időszak, számos, amikor számüzetésben éltek, csak akár a babiloni, vagy az fogság meg amikor nem is gyakorolták ezt, nem? És mégis túlélték. Mégse volt az, hogy jó, nem áldoztatok, szóval viszont látásra. És az mm. is igaz, hogy, hogy a megtért szívet akarta. De mi volt mégis akkor a szerepe annak, hogy például a szemezvaikra az első hét fejezet az igen részletesen taglalja az áldozatokat, de máshol is, mert most csak ha, ha a negyedik könyvben van, most a 29-es fejezet eszembe jutott, ezékiel is taglalja az áldozatokat, az ő proféciája végén. Úgyhogy láthatjuk azt, hogy ez az áldozati rendszer, ez, ez szerepel, Mindvégig a torában. Sőt, Ábrahám is áldoz. Izsák is, Jákób is építi ezeket a, az oltárokat, áldozatot mutat be minden szövetségben. Szóval mit gondolsz akkor, hogy mi volt a szerepe mégis annak az áldozati rendszernek? Hogyha megegyezünk abban, hogy nem az, hogy a bűnökért bocsánatot nyerje. Hát volt volt szerepe, hogy ne, nem nem, nem, nem akarom kisebbíteni a szerepét. Nem, csak kérdezem, hogy összes, Az összes törvény. Az összes parancsolat kapcsán is lehet kérdezni, hogy annak mi a szerepe. Mi, mi, erre azt válaszoljuk, hogy lehet kutatni, szabad, nem tilos kutatni, és próbálni megérteni, hogy mi, mi a szerepe az egyes törvényeknek, de ez mind-mind, de sose gondoljuk a mi válaszainkról azt, hogy ez tényleg a válasz. Ezek mind-mind csak, csak haba tortán, hogy, hogy, én még találok benne egy racionalizmust is. Hogy tényleg valóban, most mondhatnám azt, hogy hát az áldozatra, amikor ráteszi a kezére a fejét, akkor azt gondolja, Hoppá, ez az állat ennek most vége itt a történetnek, és hát akár nekem is mondhatta volna az örökké azt, hogy nekem itt a vége a történetnek, mert hát rosszat csináltam. És ez, ez a gondolat, ez, ez inspirálja azra, hogy elgondolkozzon, és javítsa, ki a cselekedeteit. Tehát mondhatom, és ez igaz is, és ezt mondják is a És mondanak még sok minden mást is. Szóval és akkor... tök mindegy, mit mondunk, mindegy, mit mondunk, mert mindent, mit mondunk, az mind-mind-mind-mind csak színesítés, haba tortán, mert a végeredmény az az, hogy amit le van írva, azt kell csinálni. Hogy te még meg is értheted, hogy miért kell csinálni, az egy extra dolog. Hát... Közben megjöttek. Ja, értem. Szóljál, hogyha elfogyott az idő. A, a, az idő elfogyott, hogy megjöttek a gyerekek ja, is. Ma, Befejezzük? Biztos üdvözlőnek. Zárjuk ahogy le? Gondolod, ahogy gondolod, igen, érdemes talán az. Jó, hogyha ha nincs több időd, akkor, akkor abba hagyhatjuk, mert úgyis akkor most belekezdenénk egy másik témába. Igen, ez egy igen szúr. Úgyhogy lehet, hogy pont úgy, úgy érkeztek meg, hogy, <laughs> hogy a legjobbkor. Jó, rendben, akkor nézd, Benjamin. Köszönöm szépen a, az idődet, és akkor most villámgyorsan befejezzük ezt a beszélgetést és hogyha ha gondolod, akkor megegyezünk, és akkor a jövőben folytatjuk, aztán rá tudunk térni ezekre a témákra. Úgyhogy Igen. átadom neked a szót, megköszönöm mindenkinek a figyelmet, el tudsz búcsúzni, és aztán megállítom a felvét. Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte, és nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, érdekes beszélgetést és érdekes kérdéseket, és én is remélem, hogy még majd fogjuk tudni folytatni. De. Köszönöm, minden jött, akkor salom és haladó. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm.